Köszöntök minden kedves gyerkőcöt! Mai napon egy nagyon-nagyon izgalmas játékot fogunk készíteni. Mint láthatjátok, ez egy lovacska lesz. Ma két segítőm is lesz. Ő itt Bálint, ő pedig itt Dani. Én pedig Réka vagyok. Régen, amikor még nem voltak ugye rendes játékok, nem voltak Barbie babák, nem voltak fényből készült autók, akkor a kisfiúk ilyen lovacskákkal játszottak. Ennek nagyon fontos szerepe volt, mivel ugye lovacskákkal, lovakkal utaztak mindenfelé, nem volt autó se. Ezért, mikor kicsik voltak, az anyukák és a nagymamák ilyen paripákat készítettek, amivel a fiúk megtanulhatták az alap mozdulatokat, ahogyan kell lovagolni. És később, mikor már nagyon nagy legények lettek, akkor már nem volt problémájuk a lovaglással sem. Ezért mi is meg fogjuk próbálni, hogy hogyan készül, megnézzük, hogyan készül el a lovacska, és el is fogjuk készíteni, és otthon lehet vele játszani. Kelleni fog hozzá olló, egy pálcika, zoknik, bármilyen színű lehet, igazából ugye lehet fekete, lehet barna, meg leginkább bézs színűt szoktunk lehet használni, és anyag, amivel kitöltjük az okninkat, és persze ne felejtsük el a forró ragasztót, amihez nem érünk hozzá. És akkor az első lépésünk pedig az lesz, hogy a zoknit, amit használni fogunk, mi most bézs színűt fogunk használni, elvágjuk az egyik végén. Megkérlek, hogy megfogd az egyik végét. Ott. Miután elvágtuk, azt lehet félretesszük, mert később is fog kelleni. Kifordítjuk. Majd előveszünk kis duncgumikat, vagy esetleg hajgumit, és összekössük a végét. Megfogod kérlek a végét? Másik végét, úgy, köszönöm. Ezzel a mozdulatunkkal pedig kialakítottuk a lovunknak az orrát és a száját. Most pedig megtöltsük anyagokkal. Én fogom, ti megtöltitek, jó? Tegyétek bele. Úgy. Jó gazdagon megtöltsük, hogy ne legyen hiányos. Jó kövérló lesz. Úgy. Szuper, egy kicsit eligazítjuk. Nézzük meg. Szerintem már egész jó ló alakja van, nem? Igen. Na, és akkor most a következő feladatunk pedig az lesz, hogy egy falat választunk, és levágunk egy kis részt belőle, megkérlek Bálint, hogy vágd el. Igen, ott. Szuper. És most a lovunknak a végét elkössük, azért, hogy ne csusszon ki belőle az anyag, jó? Dani fogja az alját, itt. Te fogod meg itt. Én pedig elkötöm. Még egyszer. Szuper. Ma egész jó haladunk, ma lehet látni, hogy milyen formája van a lónak. Jó, és akkor a következő feladatunk pedig ugyanúgy fonállal fog megtörténni, az pedig kantárja lesz. Meg kérlek Bálint, hogy fogd meg. Úgy. Én pedig elkötöm. És aki ismer lovacskázós dalokat, vagy pedig bármilyen mondókákat, letetjük az asztalra, az lovaglás közben, mikor már kész lesz a lovunk, bír vele játszani, énekelni kint az udvaron. Viszont, hogyha a lovunkat töltjük meg otthon, és ha van otthon szalmánk, és nem muszáj anyagból kitölteni, ezért tudjuk szalmával is esetleg, vagy fűvel, vagy bármilyen anyaggal. Jó, a következő feladatunk pedig a sörénye lesz. Megkérlek Bálint, hogy te csináld meg a sörényét, jó? Megmutatom, hogyan kell megcsinálni. Letesszük a fonalat az asztalra, kinyújtsuk így a kezünket, és elkezdjük rátekerni. Megkérlek, hogy csináld meg. Addig a Danival
Dani, keres nekünk 2 darab szemecskét. Jó? És sötétebbet. Ilyen kisebbet nem muszáj annyira nagyot. Mondjuk szerintem ez egy megfelelő nagyság. Keressük meg a párját. Majd pedig ez. Mit szólsz hozzá? Ez jó lesz? Igen. Szuper. Nézzük Bálint, hogy áll. Egész jó, egész jó. Szerintem ez már elég lesz egy sörénynek, mert mivel 2 kell csinálnunk. Jó, most levesszük a kezedről. Szuper. És itt most vágunk még egy kis fonal rész belőle. Vágd el. Szuper. És most megkössük itt középen. Jó, szorítsd meg. Szuper. Most vágd el, ami már nem kell. Ott a tövébe. Szuper. És most megmutatom, hogy ez lesz a sörényünk, viszont nem így fogjuk ráragasztani a lovacskánkra, hanem át kell nyúlnunk a húrkon, és elvágnunk mind a két felén a fonalunknak. Szuper. És ez így néz ki az egyik sörénye, de viszont ez nem elég, mert nem láttunk még egy ilyen kis sörényű lovat. Ezt majd ide fogjuk ragasztani, viszont még csinálunk egy másikat is. Azt is lehet ugyanebből. Ezt már én fogom csinálni. Viszont nem muszáj csak fekete vagy barna zokniból csinálni, lehet fehér, lehet rózsaszín ló is, vagy esetleg kék. De a lényeg az, hogy nem mintás zokni legyen, hanem egy színű. Jó. Megkérlek, Dani, hogy vágd el nekem a fonalat. Szuper. És most vágjunk még egy fonaldarabot. Vágsz nekem még egyet? Jó. Leveszem és megkötöd nekem, jó? Úgy középen. Szuper. Így van. És akkor megint csak átnyúlunk a húrkokon, és elvágjuk a fonalunkat, hogy szép dús sörénye legyen a lovunknak. Itt még nem vágtam el. Jó. És már kész is van a sörényünk. Most az következő lépésünk, hogy ráragasszuk ragasztópisztollyal. Gyere, Dani, cseréljünk helyet. Mivel ez nagyon forró, ezért inkább én csinálom. Megragasztózzuk a lovunknak a fejének a búbját. Jó, sokat tegyünk rá, hogy megragadjon. És a madzagunkat pedig rátesszük. Mintha rendes haja lenne. Most a másikat is. Rátesszük. Köszönöm. Szuper. Most pedig, amit a Dani kiválasztott gombot, ez lesz a szeme. Ráragasszuk. Ezt is. Amennyire csak lehet. Megragasztozzuk. És rátesszük. Most a másik felét is.
és még maradt a füle is, hiszen fül nélkül nem lehet lovunk. A fülünk pedig a levágott zokninknak a másik végéből lesz. Nagyon egyszerűen meg tudjuk csinálni. Így, ahogy áll a zokninknak a maradéka, félbehajtjuk és elvágjuk. Szuper. És, hogy ne essen szét, megfogjuk az okninknak a sarkát, és bepöttyözzük egy kis pötty forró ragasztóval. Addig megkérem a fiúkat, hogy gondolkodjanak el rajta, hogy milyen színű legyen a lovunknak a kantárja. Na, Dani, akarsz egy pöttyragasztót te is csinálni? Hm? Igen. Fogd meg a ragasztót, és tegy ide egy pöttyöt. Több, mint a pisztoly, olyan. Oda a sarkába. Nyomd meg. Még egy kicsit. Jó, jó, szuper. Elég is lesz. Így van. És most a másik sarkát a lovunknak, az okni maradéknak ráhajtjuk. Így megkapjuk a lovunknak a fülét, ami így fog kinézni. Ez volt az egyik füle. Most jön a másik. Bálint, azt akarod te csinálni? Próbáljuk meg. Gyere. Itt a ragasztópisztoly. Pöttyözd meg a sarkát. Tegyél rá még egy kicsit. Szuper. És most a másik sarkát pedig hajtsad rá. Csak vigyázz, mert forró, ugye? Szuper. Nagyon jó. És kész a lovunknak a másik füle is. És már csak rá kell ragasztanunk, és majdnem kész. Gondolkodtatok már, hogy milyen színű legyen? Uh-huh. És mire jutottatok? Sárga. Sárga színű legyen? Akkor addig vágsz belőle, amíg én elragasztom a fület? Így, a sörénye mellé. Ugye? Igen, bőven elég lesz. Nem ügyesek vagytok. Jaj, leesett alulnak a füle. Visszatesszük. Szuper. És az utolsó lépésünk maradt. Megfogjuk a fonalunknak az egyik végét. És bedugjuk ide. Ezt hogy is hívják? Tudjátok-e? Ez az egyik kantár. Jó, most megkérlek Bálint, hogy fogd meg az alját. Amíg én megkötöm. Gyere, Dani, kérlek, te is segíts. Fogjad itt, hogy legyen neki esése. Így, né. És kész is van a lovacskánk. Tetszik, fiúk? Remélem, nektek is tetszett ez a rövid kis kézműves, és játszatok vele otthon. Jó szórakozást kívánunk! Sziasztok! Sziasztok, Viki vagyok. Sziasztok, én pedig Claudia.
Ölbéli játékokat szeretnék nektek megmutatni, mégpedig olyan játékokat, amelyeket egykoron az édesanyák és a nagyanyák a pici gyermekeikkel játszották. De ha ti már ezt kinőttétek, akkor se csüggedjetek, mert mutatni fogunk nektek rongyokból készíthető rongybabát. Nincs rá szükség sok mindenre, csak kinőtt pólókra, kinőtt szoknyákra, nadrágokra, amiket felszaptok, aztán Klau segítségével összekötözgélünk, és aztán jöhet a játék. Kezdjük is! Azt említettem, hogy rongydarabokra van szükségük, ezeket összeformázzuk gömbölyű formára, és egy téglalap alakú, nagyobb anyagba belefektetjük. Ebből fogjuk elkészíteni a fejét és a testét. Meg is kötjük egy rongyból kivágott megkötővel. Jól megszorítjuk, hogy nehogy szétessen. Elkészült a feje és a teste. Már is következik a karja, ami egy hosszúkás, szintén téglalap alakú anyagból készül. Beleteszünk egy kis tömítést, ezt is felvágott pólókból használjuk. Felgöngyölítjük. 4-5 helyen megkötjük, hogy aztán ne csúszson szét, jó szorosra. Így már 2 meg is van. Jöhet a harmadik. Ez az, ezt masnyira kötjük, negyedik, és az ötödik. Bármilyen színűt használhattok, ha több színűt szeretnétek, hogy tarka legyen a rongybabátok, akkor szabadon alkossatok. Elkészült a karja a rongybabának, és félretesszük. Most pedig következik a szoknyája. Egy régi fodros szoknyát elvágtam, amit félbehajtok. Klaut megkérem egy pillanatra, fogja meg, és beráncoljuk, csak egy picit hagyjuk hosszabbra, nagyszerű. Ez az, és a baba teste köré rakjuk. Szép, fodros kis szoknyája lesz, majd rögzítjük. Köszönöm. És nem marad más hátra, mint a karját is, szép galléros babánk lesz, rögzítsük. Ehhez pedig szükség van egy hosszabb anyagdarabra, amit ide középre fel fogunk kötni. Ez az. Testvér, barátnő, anya, apa, bárki a családból segíthet. Megkérem, hogy Klau fogd meg a babát. Ide kötjük hátra. Ez az. És egy kicsit alá csúsztatott mozdulatokkal keresztezve, hogy meg is álljon a keze, égyni, a végén jól meghúzzuk, és megkötjük hátul a derekánál. Égyni, van szoknyája, van kezecskéje, már csak egy valami hiányzik, egy kis kendőcske. Ültessük le ide a babánkat. Megkérem, Klaut, fogd meg, és kössük be a kisbabánknak a fejét. És már is elkészült a rongybaba. Jöhet a játék! Nézzük meg, tud-e a babácskánk állni, és ehhez énekeljünk egy dalocskát. Áll a baba, áll, mint a gyertyaszál. Áll a baba, áll, mint a gyertyaszál. Áll a baba, áll, mint a gyertyaszál. Az én babámat Zsuzsinak hívják, ti is nevezzétek el a babátokat, és táncoltassuk meg. Cinni, cinni, muzsika, táncol a kis Zsuzsika. Jobbra dől, balra dől, tücsökomma hegedül. Cinni, cinni, muzsika, táncol a kis Zsuzsika. Jobbra dől, balra dől, tücsökomma hegedül. Cinni, cinni, muzsika, táncol a kis Zsuzsika. Jobbra dől, balra dől,
tücsök ma heggedül, és a szép fodros szoknyával már is az ölünkbe ültettük. Most építsünk a csókáknak csókai várat, kell hozzá legalább 4 darab tégla. Figyeljetek, hogy készül. 1 tégla, 2 tégla, 3 tégla, 4 tégla, csip, csip, csóka, vak, varjúcska, jó volt te a kisfiúcska, ha nem volt jó kisfiúcska, csimeg, 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 vak, varjúcska. Építsünk még egyszer várat, számoljuk együtt. 1 tégla, 2 tégla, 3 tégla, 4 tégla, csip, csip, csóka, vak, varjúcska, jó volt te a kisfiúcska, ha nem volt jó kisfiúcska, csimeg, 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 vak, varjúcska. Cirógassuk meg a babánkat. Ciróka, maróka, mit főztél? Kását, hová tetted? Pad alá, megették a kis cicák, nincsen kása. Most énekeljünk hozzá. Ciróka, maróka, mit főztél? Kását, hová tetted? Pad alá, megették a kis cicák, nincsen kása. Na még egyszer. Ciróka, maróka, mit főztél? Kását, hová tetted? Pad alá, megették a kis cicák, nincsen kása. És most játszunk lovaglósat. Azt mondja, hogy sík, 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 zsíros a másik, könnyen lecsúszik, csúszik, 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 csúszik. Csúsztassuk meg a végén. Sík, 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 zsíros a másik, könnyen lecsúszik, csúszik, 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 csúszik. És végezetül hintáztassuk meg a babánkat. Zsip, zsup, kende, zsup, ha megázik, kidobjuk, zsúpsz! Zsip, zsup, kende, zsup, ha megázik, kidobjuk, zsúpsz! És még egyszer utoljára. Zsip, zsup, kende, zsup, ha megázik, kidobjuk, zsúpsz! Ha tetszettek a játékok, tartsatok velünk legközelebb is, itt az Aranykapu játszóházban. Sziasztok!